Köszöntöm a Paletta magazin valamennyi nézőjét. Önök műsorunk december 17-i adását látják. Fehérvári beszélgetések immár harmadszor megjelent Vakler Lajos interjú kötete, Betlehemi szép csillag kiállítás a Szent Korona galériában egészen december 22-ig, aztán a Vox Mirabilis Kamara kórus ünnepi koncertje és advent a Rácz utcában. Ezekkel a témákkal foglalkozik ma esti kulturális magazin műsorunk. Számítok a figyelmükre, ne menjenek sehova, már is kezdünk. Nem véletlenül tartom a kezemben ezt a könyvet Vakler Lajosnak, immár a harmadik Fehérvári beszélgetések című interjú kötete jelent meg. A Fehérvár Média Centrum munkatársa, Paletta mai vendége. Hát köszönöm, hogy itt vagy velünk, és hát elfogadtad a meghívásunkat. És hát ugye nem titok, hogy néhány méterre innen a mostani díszletünktől készültek javarészt ezek a beszélgetések. Igen. Köszönöm a meghívást, így van. Én azt gondolom, hogy a Paletta magazin, illetve a Fehérvári beszélgetések az méltó tartalommal bír itt a Fehérvár Média Centrum, a televízióban mindenképpen. És az bírt rá engem, amikor először elkezdtem, hogy olyan érdekesek ezek a mi embereink, itt a fehérváriak, akik megjelennek nálunk, hogy ennek nyoma kell, hogy maradjon, és nem csak a filmszalagon, tehát nem csak videó szempontjából fontos ez, hanem hogy igenis az emberek olvassák el, mert hogy rendkívül érdekes és nagyon fontos életpályákat mutat be egy ember itt előttünk, és hozzáteszem, hogy természetesen bulvár nélkül. Ugye mindig érdekes kérdés az, ahogy változik akár a társadalom, akár a média, illetve a média kifejező eszközei, hogy az interjú, mint műfaj, az mennyire népszerű, vagy izgalmas még az olvasók, vagy a televízió nézők számára? Én azt tapasztalom, ha felkészült a műsorvezető, és valamiképpen összetudja hangolni magát azzal az emberrel, akit meginvitál a stúdióba, akkor nagyon népszerű tud lenni. Mondom, a mi felelősségünk óriási ebben. Egyik oldalról, ugye az én beszélgetéseim és amit a kötetben is megírtam, a többségében az elejéből indul. Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy egy-egy alkotó ember a közéleti személyiség itt Fehérváron honnét indult, azt általában mi nem tudjuk. Viszont azt már igen, hogy amikor beszélgetünk vele, akkor óhatatlanul is vissza kell csatolni, mert van, mindennek van valami előzménye. Tehát olyan életutakat ismerhetünk meg a könyvből, illetve a beszélgetések során, ami példaértékű, hiszen ezek az emberek példaképek mindannyian. Függetlenül attól, hogy közéleti szereplők, székesfehérváriak, vagy éppenséggel megtisztelnek bennünket azzal, hogy itt előadó művészként, vagy bármilyen módon Székesfehérvárra megérkeznek. Ugye ez egy nehéz műfaj, hiszen ahogy említetted, hogy a felkészültségen sok minden múlik. Te mennyit készülsz egy-egy ilyen beszélgetésre? Nem szabad elnagyolni, az biztos. Tehát igyekszem úgy felkészülni, hogy mondom, bulvár nélkül, de érdekesek legyenek a kérdéseim. Tehát tudjuk meg, hogy adott esetben egy színművész, egy író milyen inspirációt kapott az előző életében, hogy tetszik. Miért döntött úgy, hogy azt a hivatást választja, amit kiválasztott magának? Hogy jutott el addig a szintig, ami már érdekes, amire már felkapja a fejét író, olvasó és mindenki? Egy színész miként választott mesterséget magának? Hogy jutott el azokig a szerepekig, ami miatt mi rácsodálkozunk egy-egy szereplőre, legyen az ebben az esetben alkotóművész, legyen zeneművész, legyen színművész. Tehát nagyon sokat kell készülni, mert a visszajelzés az fontos. Megerősítést kap az ember, tehát a műsorvezető, és megerősítést kap a másik oldalról, aki ott ül velem szemben, hogy igen, őt valóban komolyan vették, mert a legkisebb rezdülésén túl azért, ami nyilvános, azt tudjuk. És a néző pedig egy exkluzív tartalmat, elmondhatjuk ezt így. Ez abszolút exkluzív tartalom, a zöm. Mindenképpen. Ez az alap.
Ugye az első két kötetet kapcsán is már beszélgettünk, mindig volt a válogatásnak valami szempontja. Itt a harmadik kötetben mi alapján állítottad össze, hogy kik kerülnek bele, hiszen azért ennél jóval több beszélgetés készül itt a Fehérvár TV-ben. Leginkább például a színművészeket azért emelem ki, mert megtapasztaltuk, hogy milyen egy jó népszínház Székesfehérváron, és mi ketten aztán igazán tudjuk, és nem csak Szikora Jánostól, hanem hogy egy olyan művészeti vezetés alakult ki Fehérváron a Vörösmarty Színházban, hogy én játékosan mindig mondom, hogy ezt a társadalmat nem a szél futta össze. Ez nagyon tudatosan választották ki, és ez jellemző Szikora Jánosra, Bagó Bercire, Hargita Ivára, Horváth Csabára, nem különben. Tehát remek a társulat, és szerettem volna végigvinni, megmutatni, hogy a különböző korosztályú színművészek miért választották Fehérvárat, mi vonzotta egyáltalán ide őket, hiszen olyan kiváló tehetségek jöttek mostanság, például itt van Tóth Ildikó, Prima Primissimát kapott. Ha televíziót nézünk, látjuk, hogy egy nagyszerű filmben szerepel most Nagy Péter és Gáspár Sándor. Előtte Krisztik Csabának volt egy remek. Derzsi Jánost Kossuth díjra jelölték, Tóth Ildikót kiváló művész lesz, ahogy a többiek is. És azt mondom, hogy most jelen pillanatban a kultúrában a színház a csúcs. Tehát például őket ezért. Vagy számított az évfordulója is a társulatnak? És az évforduló is nagyon fontos volt, ugyanúgy fontos volt a Vörösmarty Társaság, hiszen szintén évfordulót ültek, de fontosak számunkra azok az emberek, akik a háttérben dolgoznak. Tehát azt mondjuk, hogy Székesfehérvár megyeszékhely, királyi város. Nagyon fontos az, hogy például milyen az egyház szerepe Székesfehérváron, mint ugye egyházmegye központ. Tehát fontos volt számomra, hogy Takács Nándi bácsi után, tehát megboldogult Isten nyugosztalja püspök urunk után, megtudjuk, hogy Spányi Antal, aki egy remek egyházmegyet épített fel, folytatva a Takács Nándor munkáját, miként építette tovább ezt. Vagy ahogy fontos nekünk Varga Péter, aki ugye Tolna megyéből, a szomszédból érkezett, egy teljesen más helyre, mint rendőrfőkapitány, és én azt mondom, hogy ahogy színházban, ahogy közéletben Székesfehérvár, úgy a katolikus fellegvárként és a rendvédelme is fontos számunkra, úgyhogy mi nem panaszkodhatunk, hiszen remek emberek vesznek bennünket körül. Az interjú kötetlen metszetés a közösségnek? Igen. Igen, mindenképpen. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a zenészeket nézzük, hát ma olvashattuk egyébként, hogy a Mitch családnak megjelent egy új lemeze, Mitch Péter, aki az egyetem rektor helyettese, Mitch Gergő, aki a Kodolányi Egyetem tanszékvezetője a jazz tanszakon, Mitch Marci, aki a mi kollégánk és egy remek zenész, aztán a harmadik kicsi fiú Péternek a legkisebb fia és az unokája, így öt Mitch fiú, együtt játszik egy lemezen. Tehát nyilvánvaló, hogy a Gergőnek itt a helye és nagyon fontos szerepe van. De ha már azt vesszük, hogy Mitch Gergő, akkor nem feledhetjük el azt a Vörös Tamás sem, aki az ő mestere volt. És így tovább. Tehát itt egymásra épülnek a fehérvári történetek és téglák. A fehérvári beszélgetéseknek lehet egy ilyen utóélete az interjú kötet? Vagy igen, cél volt ez? Igen, ez nagyon tudatos volt részemről, illetve az első előtt voltak kétségeim, aztán utána meg már nem, hogy ezt folytatni kell. És persze hát nem csak fehérvári beszélgetések vannak benne, egy szó esett a palettáról, ahol van egy hosszú beszélgetés, mint például, ahogy eljött ide hozzánk Rost Andrea, eljött Jan Busfield, a világhírű harsonoművész, és ha a Paletta magazinban csinálunk egy hosszabb beszélgetést, azt óvatatlanul is kevesebben nézik, mintha bekerül egy olyan könyvbe, amit adott esetben fel lehet lapozni, hiszen azért itt ilyen értelemben Rost Andrea egy sztár, egy példakép az opera színpadon. Vagy vissza lehet lapozni, vissza lehet olvasni adott a beszélgetés, igen. Pedig nyilván a YouTube csatornánkon visszanézhető, igen. De hát mégiscsak egy más műfaj. Tehát egészen különleges tartalmi oldalról, már nem akarom egy ilyen beszélgetést felépíteni, úgyhogy mindenki elégedett legyen. Mi a terv? Lesz folytatás? Hiszen három már volt, lesz-e negyedik? A negyedik mindenképpen lesz, de most ezen felül már elkészült a Sportlegendák Fehérváron könyv, amit
talán sikerül a jövő évben kiadni. Emellett pedig, ami nagyon fontos, a család, Demeter család bizalmából én kaptam meg azt a feladatot, hogy segítsek a kiadásban, mert Demeter Vili bácsi 2013-ban, ugye Székesfehérvár díszpolgáráról beszélünk, a nagyszerű pedagógusról, lediktálta az életét Magdolna lányának, aki a ciszterci női apátságban apáca, és a család összeült, hogy ezt most már szeretnék kiadni. A Vili bácsi egyébként a családnak, a család okulására diktálta ezt le, de a család viszont úgy döntött, és engem kértek fel, hogy próbáljam ezt könyvvé tenni. Ez lesz a második nagyon fontos rész, és hát értelemszerűen a sportlegendák, amiről beszéltem. Mikor jut erre időd? Hát este. Este? Mármint, hogy késő este, hiszen azért dolgozunk. Akkor ezek szerint éjszakai bagoly típus vagy? Helyjel közel. Hogyan születnek meg ezek azon kívül, hogy nyilván az interjúkat elkészíted, de hogy valóban ez az éjszakai csendben van egy ilyen alkotó magány, és akkor tudsz dolgozni, vagy akkor jönnek az inspirációk? Nem, sokan azt gondolják, hogy elég egyszerűen lemásolni a beszélgetős szöveget. Hát azért az nem egészen így van. Az sohasem, ezt stilizálni kell, meg kell szerkeszteni mindenképpen. Úgyhogy rágódom rajta eleget, főleg vannak, akik gyorsan beszélnek, vannak, akik ismétlik önmagukat, úgyhogy tehát ez egy plusz munka. Azt nem mondom, hogy teljesen új készül belőle, hiszen az alap az megvan, de mindenképpen nagy munka és elég sok. De szerencsére azért van időm. Ugye évente jelenik meg egy ilyen kötet, akkor az azt jelenti, hogy egy évig dolgozol is vele? Igen. De hát előre dolgozom. Például a sportlegendák már kész van. Teljes egészében most arra várunk, hogy sikerüljön olyan kiadót találni, mert sajnos ugye itt nem mehetünk el szó nélkül, hogy ugye ez a Láncos Szegfű Alapítvány ösztöndíjából készült, és jó szándékú emberek támogatásából, de tehát itt segítségre van szükség. Tehát én azt mondom, én visszafogott vagyok, de a város költségvetése nem feneketlen kút. Tehát nyilván a Demeter Vili bácsi könyv az egy kortörténeti dokumentum, tehát azt egyértelmű, hogy a város finanszírozza, a sportlegendákhoz pedig már azért a vállalkozói réteg is szálljon be, mondom én, mert ez másként nem megy. Hol találkozhatnak a reklámhelye nélkül nyilván az olvasók a kötettel? A könyvesboltban, a főutcán, tehát akkor nem mondom, könyvesboltban, a főutcán, a Vörösmarty Társaságnál is bármikor elérhető. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és én gratulálok. Is. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig felhívnám a figyelmüket, hogy maradjanak velünk, hiszen még további izgalmas témákkal folytatódik a ma esti magazin. December 22-ig látogatható a 17. Betlehemi Szépcsillag kiállítás, a kézműves munkákból, természetes anyagokból készült alkotásokat a Szent István Művelődési és Hitoktatási Intézmény Szent Kolona galériájában láthatják. Amerre tekintünk a termekben, mindenhol Betlehem. Az anyagok viszont, amelyekből megálmodták őket, változatosak. Kő, papír, fa, üveg, szalma, csuhé, csak néhány közülük. A Betlehemi Szépcsillag pályázatot már 17. alkalommal hirdette meg a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. A felhívás gyermekekhez és felnőttekhez egyaránt szólt, egyéni és csoportos alkotásokat is elfogadtak. Az volt a lényeg, hogy természetes alapanyagból készüljön és a betlehemi jelenetet ábrázolja. Amikor a zsűri végignézte az alkotásokat, ugyanez volt a fő szempont, tehát, hogy betlehemi jelenet legyen benne, és hát megnéztük, hogy milyen alapanyagból állítva készítették a gyerekek, mit használtak fel. Mennyire sokszínűek ezek az alkotások, mondjuk az előző évekhez képest, milyen anyagokat használtak fel? Mindig vannak érdekességek, és mindig vannak újdonságok. Például most üvegre festett Betlehem, tehát az a fiatal ember, aki készítette, ő neki nagyon egyedi ötletei vannak, évről évre szerepel a kiállításon. Megtaláltuk a hagyományos anyagok, tehát a csuhéból, fából, kőből készítettek, úgyhogy minden megtalálható benne.
A pályázatra 51 művet küldtek be a készítők, ezekből 47-et állítottak ki. Az alkotásokat Váci Márk néprajzkutató ajánlotta a közönség figyelmébe. Látszik ezeken a munkákon az alkotás öröme, az, hogy ezek nem csak kézzel, de szívvel is készültek, és tényleg minden érzelem benne van ezekben a munkákban, és a karácsony örömét, szeretet ünnepének az örömét tükrözik vissza. Ugye itt beszélt azért így a szokásokról is, amik éltek itt a megyében. Egészen pontosan milyen jellemzők voltak itt annak idején? Hát mindenképpen a betlehemezés szokását lehet ugye kiemelni. Elsősorban a fehérvári felsővárosnak és a vízivárosnak a hagyományait, amelyek még a felsővárosban azért valamennyire megmaradtak. Én is találkoztam ezekkel középiskolás koromban, tehát nem csak néprajzkutatóként. Részem volt például a Bölcsőcskének az előadásában, ami egy kis dramatikus játék, ugye hát ezt igazából gyermekek játszották, kisgyermekek mindenképpen, de hát gimnazistákat is azért sikerült néha ezekre az alkalmakra összetrombitálni, hogyha lehet így fogalmazni, illetve hát a különböző betlehemes játékok, amik ugye nem csak a pénzgyűjtésről és az ajándékgyűjtésről szóltak, de egyáltalán arról, hogy ezeknek a családoknak örömöt vigyenek, hirdessék az evangéliumot, Jézus Krisztus születésének az örömhírét. A zsűri tagjai Szenci Jánosné, Landráv Katalin textilművész és Kovácsai Gabriella üvegfestő a műveket az első benyomás után azt szerint értékelte, hogy milyen anyagokból készítette az alkotó és azok illenek-e egymáshoz. Csuhét és szalmát használtam föl, én már 10 éve, 2000 óta, vagyis hát már 19 éve, 2000 óta foglalkozom ezzel, és most először pályáztam Székesfehérvárra. Nagyon szeretem ezt a várost, és egy ilyen véletlenszerűen jött ez a dolog, és nagyon boldog vagyok, hogy rögtön elsőre nyertem is. Összesen 10 gyermekmű és 3 felnőtt alkotás részesül díjazásban. A különleges betlehemek december 22-ig tekinthetők meg a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Ünnepi díszbe öltözött a Rácz utca Fehérvári Kézművesek Egyesületének felhívására. Karácsonyfákat öltöztethettek ünnepi díszben a város iskolásai, ezek a karácsonyfák pedig rászoruló családoknál találnak otthonra. Ott már nagyon sok van, ez az oldal meg üres. Megkezdődött a díszítés, a gyerekek buzgón aggatják fel a saját készítésű dekorációt. Készségesen együttműködve csapatban adnak szint a számukra kijelölt fának, hiszen egy-két elmaradt tanúra ösztönző erejével valamennyien részt vettek a díszgyártásban. Sógyurmából készített ilyen díszekből, meg ki is világítjuk ilyen üvegbe tett gyertyákkal. 130 valamennyi díszünk van, megcsináltunk ilyen füzéreket, amiket kézzel csináltunk, és az apukám lakozta le. A Karácsonyfák utcája idén először látható Fehérváron az Advent a Rácz utcába program keretében. 25 fenyőre 25 iskolás csapat varázsolt ünnepi hangulatot. A kreatív témákban nem volt szabályozás, a fiataloknak csak a fantázia szabhatott határt. Az ötletek a gyerekekre vannak bízva, tehát minden iskola más koncepció alapján díszíti a fát. Mi azt kértük, hogy olyan díszek legyenek, ami nem mászik el. Többit rájuk bíztuk, nem kértünk hagyományos díszeket, és itt vannak nagyon újszerű kezdeményezések, és vannak hagyományos díszek is. Na most a fák 21-én, 22-én estig itt lesznek az utcában, utána pedig rászoruló családoknak adjuk, és már meg is van mindegyiknek a gazdája. Úgyhogy ők vihetik így a feldíszített fákat. Egy iskolából akár több osztály is részt vehetett a kézműves minták fára kerülő apróságok elkészítésében. Volt, ahol alsó és felső tagozat összefogva kezdett a feladathoz. Az összes osztállyal megbeszéltem, hogy mik a pályázati felhívás feltételei, hogy ugye időjárás álló legyen a dísz, és hogy egy ideillő, és akkor elkezdtünk közösen gondolkodni, hogy milyen alapanyagokból készítsük, és miket készítsünk, és minden osztály bevállalt technikaórákon egy fajtát. Nálunk különbözők voltak, masnik, tobozok, dekorgumiból többféle, és arra gondoltunk, hogy készítünk egy gondolattérképet arról, hogy mi is a karácsony, és miről is szól ez az egész ünnepkör, és különböző
gondolataik voltak, például a népszokások, szeretet, család, ünnep, és ezeket mind felírtuk egy dekorgumi díszre, egy-egy dekorgumi díszre, és aztán ezt fel is tettük a fára. És hát ugye, mivel több osztály készítette, és még tanárok is besegítettek egy-egy kézzel készült alkotással, ezért az egész iskola részt vett gyakorlatilag a díszek elkészítésében. És most pedig körülbelül egy fél óra alatt raktuk fel. A szorgos munka nem marad jutalom nélkül, a szervezők édességgel meleg teával várták az iskolásokat, kísérő tanáraikat. Megvendégelésükbe a szerb önkormányzat is bekapcsolódott, így támogatva a kezdeményezést. Habár az ortodox vallásban használt Julianus naptár szerint karácsony napja csak január 6-án jön el, ez nem jelent akadályt a közös adventi karácsonyi ünneplésben. Bennünket olyan öröm ért ezzel, főleg a gyerekeket, hogy nálunk kétszer lehet karácsony, kétszer van húsvét, és minden nagyobb ünnep kétszer van. Ennek a gyerekek örülnek, a családok is örülnek, többször össze tudnak jönni. Ugye Jézus születése és a szeretet ünnepéről beszélünk, tehát több alkalom van egy kis pihenésre. Na, visszatérve erre a rendezvényre, első ízben kerül megrendezésre. Mi most tudjuk támogatni a kézműveseket, kalácssal, narancssal kedveskedünk a résztvevő gyerekeknek, osztunk, akik részt vesznek itt az utcának, a látképének a kialakításában. A kreatív munkával nem ért véget a nap a Rácz utcában. Este 4-ig várjuk a gyerekeket, délután nálunk már lucanapi, mindenféle rendezvény lesz, a lucanapi boszorkány az már itt sétál az utcában, és lucabúzát lehet vetni, férjósló és egyéb jóslási dolgokkal megismerkedni, 4 órakor pedig Váci Márk néprajzkutató előadása lesz a kézművesek házában. Az advent a Rácz utcában célja, hogy jövőre is segítse a rászoruló családok karácsonyát feldíszített fákkal. A kézművesek egyesülete bízik benne, hogy az idei aktív részvétel a folytatást jelenti majd a továbbiakban, és sikerül új hagyományt teremteni Székesfehérváron. Hagyományosan a Jézus Szíve templom adott otthont a Vox Mirabilis Kamara kórus ünnepi koncertjének, melyen egy világ körüli utazásra invitálták a zenebarátokat. Jöjj népek megváltója címmel köszöntötte a várakozás ünnepét a Vox Mirabilis Kamara kórus a Jézus Szíve templomban. Zemlényi Katicáik előadásukban körbejárták a világot, olyan kultúrkörök dallamaival tettek hitet az advent szentsége előtt, amelyek a kórusmuzsika egyetemes hagyományaiból táplálkoznak. Körbejárjuk az egész világot, mert úgy gondoltuk, hogy a Jöjj népek megváltója az minden népre és minden emberre vonatkozik, hiszen Jézus mindenkinek megszületett, ezért egész Amerikától, Északig és Európán keresztül megérkezünk Magyarországra majd a kórusművekkel. Népi hangszerek is lesznek, hiszen lesz egy meglepetésünk is, egy karácsonyi regölés, amit már nagyon vártunk, hogy előadják a fiatalok, hiszen visszahozzák divatba ezt a régi módit, és ez nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az őseinknek a műsorait és az őseinknek a népszokásait ne felejtsük el soha. A meghitt hangulatú esten olyan zenei motivumok is megszólaltak, amelyek a karácsonyi elcsendesedés idején is hittel töltik meg az emberek szívét. A művek nagy része az ugye vallásos témájú, és
Hát ezen kívül egy kis meglepetéssel is készültünk, azt elárulhatom, hogy nem csak Brácsán fogok a mai koncerten közreműködni, mindenképpen érdekes lesz. Hát zenészként ez egy kicsit zsúfoltan élem meg, elég sok fellépés van, és hát nagyon nehéz figyelni arra, hogy valóban ez egy várakozás teljes időszak legyen, de azért ezek a koncertek, ezek a meghitt pillanatok mindenképpen nagyon sokat segítenek ebben. A hangversenybélet február 22-én folytatódik a tavaszi forradalom jegyében egy igen magyaros műsorral, az Éljen a hazával készül a kamarakórus. Kedves nézőink, Paletta Kulturális magazinnal legközelebb egy hét múlva számítok majd a figyelmükre. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!